Semmilyen hatalma nem volt a választási kampányban, és egy esetleges győzelem után sem lett volna. Ezt maga Márki-Zay Péter ismerte el egy interjúban. Az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjét Gyurcsány Ferenc később azonnal eltávolította a pártelnököknek létrehozott zárt üzenetküldő csoportból. Majd a kampánypénzek körül kialakult vitában legközelebbi szövetségese Kész Zoltán is ellene fordult. Márki-Zay Péter akkor azt mondta, saját bajtársai indítottak ellene lejárató kampányt. Vele beszélget most Noémi. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Kívánok! És akkor engedje meg, hogy egy friss bejegyzéssel kezdjem, amely az ön Facebook oldalán jelent meg néhány órája. Ez úgy kezdődik, hogy az áprilisi választások óta hangos a közélet az ellenzéken belüli vitáktól. Ezek közé sorolható a Kész Zoltán által megfogalmazott nyílt levél, majd Márki-Zay Péter arra adott válasza is. Aztán úgy folytatódik ez a közlemény, hogyha jól értem. A Mindenki Magyarországa mozgalom elnökségének írt levelében nem volt miniszterelnök jelölt, tehát ön. Egy másik a kampányukkal kapcsolatban került cég helyett tévedésből nevezte meg az egyébként Kész Zoltánhoz köthető Civitas intézetet. De a nézők kedvéért röviden mondjuk el, hogy miről volt szó. Kész Zoltán az ön politikus társa, bizalmasa, a támogatóktól érkezett kampánypénzek elszámolására szólította fel önt. Ön ezután lejárató kampányról beszélt, és úgy fogalmazott, hogy a most engem támadókat a kampányban is az bosszantotta, hogy nem hagytam őket lopni. Ezután ez a Kész Zoltánhoz köthető Civitas intézet egy közleményt tett közzé, amelyben arra szólították fel önt, hogy mutassa be a kampánycsapattal kötött szerződéseket, és hogyha nem talál ilyet, akkor kérjen bocsánatot. Ez a bocsánatkérés most megjelent. Így van. Az ön közösségi oldalán. Igen, volt, mert egy másik cégre utaltam valójában, és ez valóban tévesen jelent meg. Én azt gondolom, hogy nem is az volt a valótlan. Mert az teljesen természetes, hogy el kellene számolni mindenkinek a kampánypénzekkel, és ezt rajtam kívül egyelőre soha senki nem tette meg. Magyarországon sporadikusan igen, de rendszeresen. Ugye én minden kampány után elszámoltam a kampányadományokkal, kiadás, bevétel, tételesen. Szerintem ez lenne a normális. Én értem nyugaton azt gondolom, hogy ez egy teljesen tisztességes gyakorlat, ezt kellene átvenni, ez egy kultúraváltás lenne Magyarországon. Én ezt fogom szorgalmazni. De mi volt abban, bocsánat, Kész Zoltánnak volt egy másik kitétele is, nevezetesen az, hogy párt építésre felhasználni a kampánypénzeket, az törvénytelen. Na most erről viszont soha nem volt szó. Nem csak azért nem, mert nem tisztességes, hanem mert törvénytelen is. Ugyanis törvény tiltja azt, hogy például akár, ugye mi nem tudjuk, hogy az adományoknak, ami az MMM-hez érkezett, abban volt-e olyan, ami nem magyar magánszemétől származott, és ebből adódóan ezt a pénzt párt finanszírozásra tilos felhasználni törvényileg is. Ez a feltételezés, ez végtelen sértő és törvénytelenséggel vádol, vagy legalábbis a lehetőségét felveti. Én ezzel ellen szólaltam fel. Mi volt abban a belső levélben, amely miatt most önnek nyilvánosan bocsánatot kell kérnie a közösségi oldalon? A cégnek a megnevezésében egy másik cég helyett ezt a céget jelöltem meg, ez téves volt, mert mint kiderült, nem ővelük szerződtünk, ez egy másik cégre vonatkozott, azt a cég külön megkért arra, hogy őket nem emlegessük, hogy ezért most ezt nem teszem meg. Most úgy fogalmazott, hogy önön kívül soha senki nem számolt el a kampánypénzekkel. Mindegyik kampánya után, úgy, mint én. Ezt akkor most sikerült megtenni? Megnéztem én a Márki-Zay Péter, igen. Bocsánat, igen. Befejezem. Megnéztem a Márki-Zay Péter.hu oldalon ezt a menüpontot, kampányelszámolás menüpontot. Itt az olvasható, hogy a 2021. december és 2022. májusa közötti kampányelszámolás feltöltése folyamatban. Jelenleg még folyamatban van. Gondolom, hogyha számoltak volna maradéktalanul, akkor ez a mondat lekerült volna. Ugye két számláról fogunk majd elszámolni, az egyik az én saját kampányszámlám. És ahogy most látja, ott már most is kim vannak. Ez a folyamatban az azt jelenti, hogy már most is látja az adatokat, de további adatok fognak hamarosan kikerülni erre az oldalra. Van egy másik kampány. Az én jelenlegi kampányszámlámon egyébként 33 millió forint van például. Az elmúlt 4 évben 4 kampánnyal számoltam el. Nagyon szeretném, hogyha mindenki megtenni ugyanezt. Az állami elszámolás mindenki megteszi, hiszen az kötelezi. A magánadományokkal sem a Fidesz, sem az ellenzéki pártok, de a legtöbb szereplő sem szokott elszámolni. Én ezt átláthatatlannak és tisztességtelennek tartom, és azért azt szeretném, hogyha ezt a példát követné mindenki. Az MMM is el fog számolni, még 300-400 számlának a feldolgozása folyamatban van, ezeket le kell könyvelni, és amikor ezek megtörténnek, akkor az MMM is el fog számolni, az egy másik számla. Mi az oka a késlekedésnek? Ugye ez május
saját számlával kell ezt még lekönyvelni. Nincs erre apparátus, ugye május végén szólított minden egyes, fel. Ez egy egyesület. Egy egyesületnek az év végéig kell lezárni, és jövő májusig kell majd elszámolni. Megválaszolhat a kérdésre is. Tehát május végén szólította fel önt Kéz Zoltán arra, hogy számoljon el a kampánypénzekkel, most június 15-e van. Mi az oka a késlekedésnek? Kevés az ember, túl sok a számla? Igen, túl sok a számla, kevés az ember. Nincsen a Mindenki Magyarország a mozgalomnak könyvelője? Van neki könyvelője, ez egy egyesület. Ez a könyvelőnek van egy főállása is, nem nekünk dolgozik főállásban. Ahogy az ő ideje engedi, akkor ezeket szépen le fogja majd könyvelni. Egyébként tehát még egyszer mondom, hogy azt is érdemes külön választani, hogy van egy államilag előírt kötelező elszámolás, azt majd évvégével lezárják az idei évet, és jövő májusig lesz egy elszámolás. Az előző évet is lezártuk, az idei évet majd jövőre fogjuk lezárni. Van egy teljesen másik kérdés, az állami... Azzal kapcsolatban, hogy mikorra tud elszámolni a támogatóktól érkezőt? Hát, hogyha beszél a könyvelővel, akkor természetesen. Szerintem önnek kell beszélni a könyvelővel. Tehát folyamatban van. Biztos, hogy a Fidesznél előbb fogunk elszámolni. Tehát nem tud most egy határidőt mondani, hogy hiába várnak az önbizalmasait. Nem hiába várnak, meg el fogunk számolni. De nagyon szeretném, hogy a Fidesz is elszámolna a hozzáérkező pénzekkel, a CÖF is elszámolna a hozzáérkező pénzekkel, és nem csak a hivatalos az, akkor már régen elszámolt mindenki, már úgy, hogy a törvényi határidőben. Ami magánadományból érkezik, azzal is tessék elszámolni. Ugye nem csak a kampánypénzek kapcsán alakult ki belső vita Mindenki Magyarország a mozgalomban, hanem végül is mondhatjuk, hogy a pártalapítás kapcsán is. Ön többször beszélt arról, hogy pártalapításra készül. Magyar György elnökségi tag egy interjúban úgy fogalmazott, hogy leghatározottabban ellenzi azt, hogy a Mindenki Magyarország a mozgalomból egy párt legyen. Sikerült konszenzusra jutni ebben a kérdésben? Teljes konszenzus van, nem is volt soha, de még egyszer azt szeretnénk leszögezni, ez is egy nagyon fontos. Ezt mondta Magyar György, ez tévesen fogalmazott, abban a teljes konszenzus van, hogy az MMM nem fog párt alakulni. Most van közgyűlésünk egyébként szombaton. Nem, akkor nem lesz párt. Nem lesz párt az MMM. Ön arról beszélt, hogy pártot fog alapítani. Igen, de hát ez, bocsánat, ez két külön dolog. Tehát van egy Mindenki Magyarország a mozgalom, a Mindenki Magyarország a mozgalom nem párt, és nem lesz párt. Pont. Akkor és attól függetlenül azon... bárkinek van lehetősége pártot alapítani, vagy párthoz csatlakozni. Nekem is. Kik lesznek az új pártjának a tagjai? Hát abban a pillanatban, hogyha lesz ilyen, akkor be fogom jelenteni. Ezt azért kérdezem, mert Kéz Zoltánon és Magyar Györgyön kívül egy másik bizalmasa is kritikákat fogalmazott meg önnel kapcsolatban. Megjelent egy belső levél, amelyet Lukácsi Katalin írt, és ebben az szerepel, hogy olyan jó ember, de rossz vezető, és ezt a levelet egyébként egyrészt az MMM elnökségének, másrészt a Kossuth Körök tagságának szánta, és lefektette benne azt is, hogy ő nem fog szerepet vállalni az ön új pártjában. Mi az oka ennek a párfordulásnak? Senkinek nem kötelező, még egyszer van egy mozgalom, az MMM, és aki szeretne, az esetleg majd csatlakozik hozzám, és vagy alakít egy pártot, vagy belép egy pártba. Ez mindenkinek joga van. Az MMM nem alakul pártá. Az MMM-nek a tagjai maguk döntenek, hogy melyik párthoz csatlakoznak és mikor. De az MMM tagjai az ön bizalmi köre, az ön politikus társai. És még egy valamire nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben a közösségben lehet egymást kritizálni. Ez sem a Fideszben, sem némelyik ellenzéki pártban nem megszokott, hogy valaki nem kell, hogy egyetértsen. Akár nyilvánosan is elmondhatja, hogyha nem ért egyet mondjuk annak a mozgalomnak a megválasztott elnökével. Én azt gondolom, hogy ez lenne a természetes. Megint ez egy olyan kultúra, amit Magyarországon talán nem szoktunk meg, de ami így lenne természetes. Őszintén szóval én azt gondolom, hogy az a normális, hogy elnökségi tagnak nem kötelező egyetérteni. Akár ez egy belső zárt levél volt, de akár nyilvánosan is elmondhatja, hogy ebben a kérdésben ő nem ért egyet a vezetőjével. Mikor fordul ez elő mondjuk a Fideszben? Hogy nyilvánosan valaki elmeri mondani, hogy nem ért egyet Orbán Viktorral. Engedje meg, hogy itt még egy mondatot idézek Lukácsi Katalintól ebből a levéltből. Márkizai Péternek is hátrébb kéne lépnie a politizálástól, mert különben olyan tehertétele lehet a magyar politikának, mint Gyurcsány Ferenc. Ezek elég erős mondatok egy bizalmastól. Tehát ezek a bizalmas, ugye nem tudom, mindig ezt a szót használják, hogy bizalmas, de hál' Istennek én nem gondolom, hogy Orbán Viktornak minden Fidesz tag bizalmasa lenne, ezért azt sem szeretném, hogyha önök azt gondolnák, hogy mindenkinek... Aki válvetve politizált önnel az igen, elmúlt ez így pontosabb, igen. Mert bizalmas az ember olyan titkokat oszt meg vele, tehát nem erről van szó. Az, hogy egy szervezetben vagyunk, és mindannyian leszerettük volna váltani Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányát. Ettől nem lesz valaki a bizalmas egyik ember a másiknak. Én ezt teljesen nyilvánosan szeretném leváltani a korrupciót Magyarországon, attól még nem bizalmasom valaki, hogy ő ebben a célban támogat. Az ilyen mondatok elgondolkodtatják? Az előbb elmondtam, hogy végtelenül örülök annak, hogy van olyan politikai közösség Magyarországon, ahol lehet egymást kritizálni, nem kötelező egyetérteni a vezetővel.
Mit gondol egyébként, milyen mozgás tere lesz az ön által alapítandó új pártnak? Ugye megjelent egy interjú ennél a Válasz online-on, amelyben úgy fogalmaz, hogy, és itt Gyurcsány Ferencet és a Demokratikus Koalíciót említi, hogy Gyurcsány Ferenc mindent le fog uralni. Tart ettől? Azt mindent le szeretne uralni. Hát ha Fidesz múlik, akkor lehet, hogy még le is ural. Tehát nyilván a Fidesz számára a legkényelmesebb felállás, hogyha van egy Gyurcsány vezette DK, van egy Mi Hazánk és van a Fidesz, és hogyha ebből lehet választani, akkor Orbán Viktor örökké hatalmon fog maradni. Ez tökéletes a Fidesz számára is. Nyilván ezt az aggályomat fogalmaztam meg ebben a cikkben. Tart attól, hogy nem hagy mozgásteret a Demokratikus Koalíció az ön által alapítandó új pártnak? Hát vagy a Fidesz. Ön Gyurcsány Ferencre mondta azt, hogy igen, szeretne uralni. Tehát nyilvánvaló, még egyszer, Gyurcsány Ferenc is, amikor most az időközi választásokon a korábbi megállapodások értelmében például párbeszédes vagy momentumos jelöltek indultak volna egy körzetbe, akkor a DK ráindított jelöltet, és így több ellenzéki jelölt is versenyez a kormánypárti vagy a Mi Hazánk jelöltekkel, Mi Hazánk jelöltjeivel. Tehát óhatatlanul látszik az, hogy a DK szeretne egyre duralkodóvá válni az ellenzéki oldalon. Ez önmagában nem fölháborító, tehát minden egyes pártnak az a célja nyilván, hogy minél több támogatója és minél több képviselője legyen. Ez egy legitim törekvés. Ennek milyen jelei voltak egyébként a kampányban? Itt ugye több hír is megjelent azzal kapcsolatban, hogy Gyurcsány Ferenc egyértelműen uralkodó szerepet töltött be ebben az ellenzéki együttműködésben. Hát ezek téves hírek voltak, természetesen Gyurcsány Ferenc nem töltött be uralkodó szerepet az ellenzéki kampányban. Az ellenzéki kampányt azt részben én vezettem, részben egy hatpárti koalíció. Megint csak arra vagyok nagyon büszke, hogy ez a hatpárti koalíció például tökéletesen nagyon jó választási programot alkotott. Ha ezt a programot hajtaná végre most akár a Fidesz. Nincs jogvédettség, tehát a Fidesz nyugodtan végrehajthatja ezt a szakértők által készített programot, akkor most nem lennének azok a problémák, mint akár az oktatásban, akár az, ahol a sztrájkjogot korlátozzák a tanároknál, ahelyett, hogy a bérüket emelnék, vagy akár az egészségügyben, ahol ugye mi azt szerettük volna, hogy ha mindenütt van sürgősségi és szülészeti ellátás a kórházakban, a Fidesz pedig bezárja a sürgősségi és szülészeti ellátásokat, nincs 7 nap 24 órás sürgősség egyes kórházakban, és szülészeteket Szolnok, hát egy megyeszékhely, megyőgő város, nincs szülészetük, állandó szülészet, ahova be tudnának menni az édesanyák szülni. Ezzel hazug módon vádoltak bennünket, sok sajtópert is elveszített ezzel kapcsolatosan a Fideszhez tartozó médiabirodalom, és ennek ellenére az egyetlen olyan kormány, 12 éve kétharmaddal uralkodó kormány, tehát nem lehet mondani, hogy bárki másé a felelősség, és szülészeteket zárnak be sorba. Hazug módon bennünket ezzel vádoltak, miközben meg kell nézni a mi programunkat, ahol a védőnői hálózat erősítése szerepel többek között, és a makói szülészet visszaállítása például, nekem ez egy személyesen nagyon fontos célom volt a mi körzetünkben, a Fidesz pedig sorra zárja be a szülészeteket, ez teljesen fölháborító. De itt éppen a választási program kapcsán, amit most ön is felhozott, kerültek nyilvánosságra olyan viták, amelyek ön és a Demokratikus Koalíció között folytak. Igen. Például a védőnői hálózat megszüntetése, nem megszüntetésével kapcsolatban. Ilyen viták nem itt volt. Ez egy hazugság. A hírek, hogy Gyurcsány nem volt. Ferenc kiment a teremből a tárgyalások során, önnel azt közölte, hogy ezt nem lehet megtenni, mit képzel magáról. Aztán ugye abban a belső elemzésben... Azért nem fontos, hogy senki nem akarta megszüntetni a védőnői hálózatot. Abban a belső elemzésben, most nem négyszer, bocsánat, ezt hadd mondjam, ennél álljunk meg egy pillanatra, jó? Bocsánat, egy pillanat. Tehát abban a belső elemzésben, ami megjelent a kampányról, az is olvasható volt a felvezetőben, és hallhattuk, hogy önt kitették az elnökök csoportból. Hát mint a választási kampány véget ért. Ezek a jelek egyértelműen arra utalnak, hogy Gyurcsány Ferenc uralkodó szerepet töltött be a kampányban, most pedig azt mondja, szeretett volna, az lehet, nem de nem töltött be uralkodó szerepet. A védőnő kapcsán most nem négyszer, hanem háromszor szerepel az ellenzéki programban, hogy meg kell erősíteni a védőnői hálózatot. Még egyszer mondom, nem az, hogy egy helyről töröltük, és ezt valaki kifogásolja, attól még három helyen benne van ebben a programban. És csak ez van benne. Olyan, hogy megszüntetni a védőnyi hálózatot, ilyen soha nem szerepelt az ellenzéki programban. Abban viszont mondjuk a jobb és baloldali szakértők is egyetértenek, hogy ezek a törésvonalak már a kampányban meghúzódtak a pártok között. Miniszterelnökként ön hogyan tudta volna ezeket kezelni, hogyha akkor sem sikerül most, amikor már tulajdonképpen nincsen tétje a hatpárti együttműködésnek? Biztos, hogy voltak olyan ellenzéki politikusok, akik nem akartak nyerni. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc például valamilyen okból nem szerette volna ezt a választást megnyerni. Lelke rajta. Ő nem akart roma képviselőket sem a DK frakciójában.
ez is az ő döntése. Árulnak mi ezekben nem értünk egyet. Gyurcsány Ferencet? Nézze, hogyha valaki nem akarja leváltani a kormányt, azzal én biztos, hogy nem tudok egyet érteni. Hogy milyen megállapodás van a Fidesz és a DK között, azt én nem tudom. De hogy föltűnő az, hogy valaki nem, hogy mondjam, olyan anyagokat, amiket korábban belengedtek, hogy majd a választásban a Fideszt gyengíteni fogja, és ezeket végül nem adják ki. Ezeket végül nem használják fel a kampányban. Hogyha valaki nem akar hozzájárulni az ellenzék közös kampányának a költségeihez, hogyha látható, a szemmel láthatóan nem akarja leváltani a kormányt. Én azt gondolom, hogy az nem része az elkötelezett ellenzéki csapatnak. Nem tudom, hogy milyen oka volt ennek. Nyilván mindenféle pletykákat hall az ember, de ezt mi nem tudjuk megítélni. Nyilván egy új pártnak, amit majd alapít, meg kell határoznia magát az ellenzéki oldalon, a most létező pártokkal szemben, vagy velük ellentétes politikával. Hogy látja, maradt ön körül levegő? Ami látszik azért az elmúlt 3 hónapban, az az, hogy a korábban önnel szövetséges pártok vezetői mindannyian, szinte mindannyian jó részt ön teszik felelőssé az elhibázott kampányért és a rossz eredményért. Hát a Gyurcsány Ferenc és hozzá köthető 3 párt igen, a másik 3 párt azért ennél sokkal kiegyensúlyozottabban elmondták, hogy sok-sok oka van. Nos, természetesen követtünk el hibákat, és ebben én nagyon szívesen vállalom a felelősségemet. Azt azonban kimondani, hogy emiatt veszített volna az ellenzék, azt nem lehet. Sok százszoros, tehát nem egy-két szeres, hanem sok százszoros erőforrásbeli különbség, ugye sok 100 milliárdból kampányolt hazugságokkal a Fidesz, ezt mi sajnos nem tudtuk ellensúlyozni. Azt a hazugságot, hogy mi katonákat vittünk volna Ukrajnába meghalni, meg nem is katonákat, hát itt egyszerű magyar emberek féltették a férjüket, a gyermeküket attól, aki nem is katona, hogy elvinni bárki őket Ukrajnába, miközben háborús veszélyhelyzetet csak az Orbán kormány hirdetett, nyilván ez bocsánat, ön ezeket más a mondatokat elmondta nem, a kampányban. Ezek csak, a mondatok bocsánat, az előbb Németh Szilárdot még hallottam. Az is egy hazugság, hogy én azt mondtam volna, hogy kevesebbet kell fürödni. 1 millió forintot ígértem. Kevesebb vizet kell használni, ezt igen, tehát azt, hogy kevesebbet kell fürödni. Most Németh Szilárd azt mondta szó szerint, hogy én elmondtam azt, hogy kevesebbet kell fürödni. 1 millió forintot ígértem bárkinek, aki egy ilyen mondatot tud mutatni, soha nem hangzott el. Olyan sem hangzott el, hogy mi katonákat küldtünk volna Ukrajnába. Jó, és akkor rengetegszer tiltakoztam az ellen, hogy az ellenzék bármilyen módon is mondjuk gázembargót szeretne. Nem, soha. Nem is támogattunk volna. Orbán Viktor egy csomó szankciót megszavazott az Európai Unió parlamentjébe, amit mi esetleg meg se szavaztunk volna. Tehát én azt gondolom, hogy mármint kimondottam például ezen az energetikai téren, azt gondolom, hogy a Fidesz sokkal többet megszavazott. A fegyverszállításokban a Fidesz kormánya nyilvánvalóan és a parlamenti, európai parlamenti képviselő így támogatták például a fegyverszállítást Ukrajnának. Ezzel ők hazug módon bennünket vádoltak, miközben ők szavazták csak. Álljunk meg egy pillanatra, polgármester úr, akkor kérem a kollégáimat, hogy mutassuk meg azt az összeállítást, amelyben ön katonákról beszél. Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. Minden módon, amit a NATO eldönt, azon belül a szövetség keretein belül mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának. Akár katonait is. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. Amikor Orbán azzal jön, hogy ne az emberek fizessék meg a háború árát, hát gondoljanak végig, hogy mikor nem önök fizették meg bárminek az árát. Azt mondja, ne az emberek, hát kik az állatok, a gombák, a növények, ki fizesse meg, hanem az emberek. Tehát még egyszer azt mutassa meg, hogy én azt mondtam, hogy katonákat küldenénk Ukrajnába. Ezt tessék megmutatni. Most hallottuk ez előbb az összeállításban, ha a NATO úgy dönt, akkor katonai akkor nem, bocsánat, a katonai segítség az például a kiberbiztonsági tanácsadás, amit csak Orbán Viktor akadályozott meg, hogy a NATO segítse az ukránok kiberbiztonsági védekezését. Na de katonai ezt segítség. Nem a NATO legtöbb, nem fejtettem ki, de soha nem mondtam olyat, hogy katonákat küldenénk Ukrajnába. Akár katonait is. Soha nem mondtam olyat, ha NATO úgy dönt, akkor azt én is támogatom. Ha a NATO támogatja Ukrajnát, én támogatom, hogy a NATO támogassa Ukrajnát. De most, bocsánat, az egész Európai Unió támogatja. Orbán Viktor szavazatával támogatja az ukrán katonaságot, az ukrán katonai védekezést, fegyvereket szállít az Európai Unió Orbán szavazatával. Csak itt egy nagyon fontos információ félre megy ezzel a kijelentéssel kapcsolatban, még pedig az, hogy a NATO egy védelmi szövetség, és az a feladata, igen, az Európai Unió pedig még az sem, és mégis Orbán Viktor az Európai Unióban megszavazta. A NATO egy védelmi szövetség, és az a feladata, hogy a NATO tagországok védelmét, biztonságát garantálja, nem pedig az, hogy az egyébként nem NATO tagországok fegyveres
Ukrajna-Magyarország konfliktusába beavatkozon. A NATO szabályzatában szó szerint ez olvasható, lehetővé teszi a tagok számára a konzultációt és az együttműködést a védelemmel és a biztonsággal kapcsolatos kérdésekben. Tehát a NATO szempontjából az utolsó dolog a katonai segítségadás, aztán ez a szabályzat így folytatódik. Igen. A NATO elkötelezte magát a viták békés rendezése mellett, amennyiben a diplomáciai kapcsolatok nem, erőfeszítések nem vezetnek eredményre, katonai erővel rendelkezik a válságkezelési műveletek felvállalására. Az Orbán, az Orbán kormány küldötte katonákat Afganisztánba, Irakba, Koszovóba. Az Orbán kormány küldötte katonákat ezekbe az országokba. Akkor sem kötelezheti a NATO tagországokat semmire, ajánlásokat tehet, amelyek kapcsolatban az országok vállalásokat fogalmaznak meg. Az Orbán kormány küldötte Koszovóba, Afganisztánba és Irakba katonákat, magyar katonákat, küldötte ezekbe a háborúkba magyar katonákat az Orbán kormány. De ön katonai segítségnyújtásról beszél. Kiberbiztonsági tanácsadás, az katonai segítségnyújtás, amit Orbán Viktor megakadályozott Ukrajna számára. Abban is egyébként egyetértenek a szakértők, hogy több kijelentése vitatható volt a kampányban. Ezt az önnel szövetségben álló politikus társai is megfogalmazták. Ugye Kanász Nagy Máté fogalmazott úgy, hogy ön egy monológgá alakította a kampányt, Jakab Péter arról beszélt a választás után, hogy talán kevesebb beszéd és több tartalom eredményre vitt volna. Mit gondol, érdemes volt ezeket a kijelentéseket tenni, tehát fenntartja ezeket a kijelentéseket továbbra is az eredmény fényében? Nagyon sajnálom, hogy félre tudtak magyarázni néhány kijelentésemet, nagyon sajnálom, hogy komplett hazugságkampányokat építettek fel ezekre az kiragadott néhány másodperces mondatokra. Nyilvánvaló, hogy Gyurcsány Ferenchez köthető pártok, ez a három párt, azt is el kellett volna mondják a választóknak, hogy a Fidesz milyen hazugságokkal kampányolt, és hogy alapvetően ezzel nyerte meg a választást, meg az óriási erőforrás többlettel. Nyilvánvaló, hogy sok százszoros erőforrásból gazdálkodó és hazugságokat akár személyesen házról házra járva terjesztő Fidesz-szel szemben az ellenzéknek nem volt esélye ezen a választáson. Most ugye az extra profit különadóval kapcsolatban is tett egy mondjuk úgy, hogy vitatható kijelentést, azt mondja, hogy nincs extra profit különadó. Mit gondol, érdemes most ismét ennyire szembe menni? Nem az a kérdés, egyébként, hanem egy veszteséget termelő céget milyen alapon és hogyan akarnak extra profit adóval sújtani, és utána kifizeti meg ezt az adót mondjuk a távközlési cégek, vagy a repülőtársaságok esetében, ahol most élénk ez a vita. A végén sajnos a magyar emberek fogják megfizetni ezeknek az adóknak a terhét. És például az önkormányzatok már most is kikerültek a rezsicsökkentésből, kizártak bennünket a rezsicsökkentésből. Mit gondol, hogy ha az önkormányzatoknak 100 milliókkal kell többet fizetni energiáért, nyilvánvalóan a hitelkamatok növekedése miatt azt ki fogja megfizetni. Azok a vásárhelyi emberek, akik például nálunk Hódműző vásárhelyen nagyon sok hasznos fejlesztést, játszótereket, szociális ellátást, juttatásokat, energiatakarékos felújításokat, mert ez az igazi út, ez az okos rezsicsökkentés, amikor leszigeteljük az idősek otthonát, meg napelemeket, napkollektorokat teszünk rá, nyílászáró cserélünk, akkor utána 77%-kal csökkent a rezsi. Ez az okos rezsicsökkentés. Léteznek ilyen programok, polgármester úr, például úgy hívják őket, hogy otthon felújítási támogatás. Nagyon örülünk neki, ebből kellene több. Létesítésének 50%-át vállalját az állam. A PANEL program keretében az elmúlt években számos panelház energia gazdálkodása újult meg. Tehát ő most hiányol olyan intézkedéseket, amelyek már léteznek. Azt szeretem volna mondani, tehát, hogy szurkolunk a kormánynak, hogy minél több jó intézkedést tegyen, és nyilvánvalóan hiányoljuk ezeket a valódi rezsicsökkentést jelentő intézkedéseket. Ez a helyes irány. Ezt kell folytatni. Szurkolunk Orbán Viktornak, hogy ezt nézem, negyedik, kétharmad, kétség nem fér hozzá, hogy ebben az országban Orbán Viktor bármit megtehet, meg is tesz. Ő az egyetlen felelőse annak, hogy miért van ekkora infláció, hogy miért alacsonyabbak a bérek, mint Romániában, hogy miért nem haladunk például megújuló energiatermeléssel olyan mértékben, mint más országok. Mi azt szeretnénk, és ezért szurkolunk Orbán Viktornak, hogy minél sikeresebben vigye ezt az országot a jó irányba. Hogy a kommunikációban rendkívül sikeres. Állandóan azt halljuk, hogy mennyivel jobbak vagyunk, hogy nyugaton milyen élhetetlen a helyzet. Ezt most az event Németh Szilárd is elmondta, hogy milyen rettenetes lenne, hogyha úgy élnénk, mint az osztrákok. Ehhez képest a Fidesz célja az, hogy 30-ra, és nem tudom, hogy sikerül-e, de szurkolunk, sikerüljön Orbán Viktornak, 2030-ra utolérni Ausztriát. Ön most az önkormányzatok kapcsán azt a rezsivédelmi módosítást bírálja, vagy rezsicsökkentést, amelyet egyébként a kampányban folyamatosan támadott. Többször nem, beszélt bocsánat, arról, hogy névutítás, és azt is mondta, hogy azt a rezsicsökkentést, amelyet Orbán Viktor kitalált, ebben a formában nem szeretnék fenntartani. És tudja mit, Orbán Viktor se tartja fenn.
abban a formában, ahogy eddig működött, nem tartja fel a rezsicsökkentést. Orbán Viktor nem mondta el? Orbán Viktor nem mondta el? De az igazság az, hogy ők most éppen felszámolják a rezsicsökkentést. Már most kivettek belőle cégeket, kivettek önkormányzatokat, emelkednek az adók. Tehát hihetetlen, hogy milyen nehézségek elé néz sajnos a magyar gazdaság és a magyar lakosság a felelőtlen kormányzati politika miatt. De még egyszer mondom, azért szurkolunk, hogy ez a kormány, amelynek minden lehetősége megvan, tényleg megtehet mindent a magyar emberekért, visszaállíthatná a szülészeteket, ehelyett megszünteti őket, irdatlan inflációt szabadított. Az önkormányzatoktól tudja, mennyi pénzt vettek el? Hát mintegy 300 milliárdos kiadásra nincs fedezet a jövő évi, önkormányzatok számára a jövő évi költségvetésben. Most azzal számolnak, hogy csak 5% lesz az infláció, adja Isten, de jelen pillanatban 10-nél is több. Arra gondolnak, hogy 4-5%-kal fog emelkedni majd a gazdaság teljesítmény, adja Isten, hogy még akár ennyivel is több nőjön, de az önkormányzatoktól rengeteg pénzt vettek el. Itt bocsánat, érdemes megjegyezni, egyébként a szakértők is erről beszélnek, hogy amikor ugye az önkormányzatok kikerüléséről beszélünk a rezsivédelmi alappal kapcsolatban, akkor mellé kell tenni, hogy 2010-ben mondjuk 1300 milliárd forinttal mentesítették az önkormányzatokat, adósságokat vállalt a kormány. Ezt ugye úgy tudta megtenni az állam, hogy csökkentették a munkát terhelő adókat, nőtt a foglalkoztatottság, tehát közvetetten azért volt erre lehetősége az államnak, mert a magyar emberek dolgoztak. Most azt mondani, hogy adott esetben a lakosság kárára maradjanak benne az önkormányzatok a rezsivédelmi alapban. Miért a lakosság kárára? Az mondjuk az emberek dolgoznak most is. Kijelentés. Az emberek most is dolgoznak, miért a lakosság akkor kárára? Akkor mennyi az érvel, hogy azért van erre szükség, hogy a családok minél szélesebb körben részesülhessenek a rezsivédelemben. De hát akkor most önök azt mondják, hogy ahhoz, hogy a lakosság számára fenntartsák, ahonnan valahonnan el kell venni. Eddig miért nem ezt mondták? Hát ez a rezsicsökkentés azért, most is óriási, az több ezer milliárdos veszteséget okoz az államnak. Azt mind valahonnan igen, el kell venni. Igen, csak eddig nem volt háború. És nem volt háború, bocsánat, az is egy hazugság, hogy a háború miatt van infláció. Tavaly miért emelkedtek az energiárak? Az energiárak nem február 24 óta emelkednek. Előtte pedig volt egy koronavírus járvány. Igen, tavaly még egyszer mondom, nem a háború miatt, nem is a koronavírus járvány miatt emelkedtek az energiárak. Az energiárak már tavaly emelkedtek. A benzinárstopp az már tavaly ősszel bevezetésre került. A háború csak idén februárban van. És miért csak Magyarországon van háborús veszélyhelyzet? Ez is elég furcsa, nem? Hogy eddig bennünket vádoltak azzal, hogy belesodronak a háborúba, utána Orbán Viktor háborús veszélyhelyzetet hirdet. Miért volt erre szükség? Háborús veszélyhelyzet? Hát mondja, nálunk sokkal jobban fenyegetett, most jöttem haza Litvániából egy testvérvárosi látogatásról, érdekes, hogy ott nincs háborús veszélyhelyzet, pedig nekik a függetlenségüket még az orosz dumában is vissza akarják vonni. Tehát ha Putyin valakit elsőként, nem tudjuk, hogy Magyarországot mikor akarja majd megtámadni Putyin, de már Lengyelországot fenyegetik, Litvániát fenyegetik, ott mennyivel jogosabb lenne egy háborús veszélyhelyzet, mint Magyarországon? Nyilván ön is tudja, ezért felesleges mondanom, de Magyarország szomszédjában zajlik a háború. Egy utolsó kérdést engedjem, nagyon kevés időnk van, és akkor egy rövid választ várnék, és ezzel zárnám a beszélgetést. Amennyiben megalakul az új pártja, vállalna-e újra listavezetői szerepet, miniszterelnök jelölti szerepet? Hát egyelőre abszolút nincsenek ilyen gondolataim, úgyhogy azt szeretném kijelenteni, hogy Magyarországon jelen pillanatban egy leválthatatlan, saját hatalmát alaposan bebetonozó kormány van hatalmon, Orbán Viktor kormánya. Érthető, hogy 12 év uralkodás után 12 évvel ezelőttre visszamutogatni az már nem elegendő magyarázat. Az ország jelenlegi problémáért kizárólag Orbán Viktor a felelős, a dolgozóknak az elnyomásáért, talári sztrájk betiltásáért, az inflációért, a kórházak és a szülészetek bezáratásáért, ezért Orbán Viktor a felelős. Mi azt várjuk és szurkolunk Orbán Viktornak, oldja meg ezeket a saját maga által keltett problémákat. A propaganda az tökéletes. Azt gondolom, hogy az embereknek a hamis információkkal való ellátásában példátlanul sikeres Orbán Viktor és a Fidesz. Mi azt szeretnénk, hogyha az emberek problémáinak a megoldásában is ugyanilyen sikeres lenne. Tehát akkor nem lesz újra miniszterelnök jelölt. Márkizai Péternek köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, hogy nagyon köszönöm, ez egy fantasztikus lehetőség, hogy a választás óta, előtte valamiért nem, de a választás óta most már meghívtak. Ezt nagyon köszönöm. Tényleg nyugaton is az emberek nem értették meg, hogy lehet az, hogy a teljes ellenzék 4 év alatt mindössze 5 perc megszólás időt kapott itt az önök a mi adónkból fizetett köztévénkben. Én nagyon örülök, hogy változtattak ezen. Köszönöm szépen. Nincs már több adásidőnk, de még erre mindenképpen reagálnék. Ugye a hiradó.hu-n rendszeresen közzétesszük azokat a meghívásokat, amelyeket ellenzéki politikusoknak... Élő műsorban ellenzéki politikusoknak küldünk. Az előző héten az összes pártot hívtuk.
töredéke fogadja el a meghívást. Egyébként hát önök itt tartottak egy tüntetést. Lehetleg nem reggel Önt egyébként május 20-án hívtuk, és most június 15-e van. Mikor tudok reggel 7 óra 30-ra idejönni önökhöz. Nagyon örülök, hogy meghívtak, és el fogom fogadni a meghívásokat nyilván, amennyire a munkám engedi a jövőben is, és kívánom azt, hogy minél több olyan élvezetes vitaműsor legyen, amit a magyar választók joggal vártak volna el. Egy demokráciában az, hogy Orbán Viktor nem mert kiállni az ellen, az, hogy nem mondta ki a nevemet se, de nem mert kiállni egy nyílt vitára. Hát én azt gondolom, hogy ez egy elfogadhatatlan dolog, de hát Magyarország ebből a szempontból sajnos nem is egy demokrácia, de még egyszer mondom, ennek egy következménye van. Orbán Viktor felelőssége vitathatatlan abban, hogy miért zárják be a kórházakat, miért tiltják be a tanársztrájkot, ahelyett, hogy a fizetésüket emelnék a tanároknak, ami a mi programunkban szerepelt. Folytatjuk, Márki Zay Péternek. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.